Legutóbb 25 éve, 1996. szeptemberében járt pápa Magyarországon, méghozzá II. János Pál, Ferenc pápa gépe, mondom még egyszer, holnap kora reggel száll fel Rómában, bíborosok, püspökök, közvetlen munkatársai és újságírók is elkísérik, de vele jön a személyes orvosa is. A vatikáni csendőrség emberei már korábban felmérték a budapesti helyszíneket, holnap is itt lesznek, és a tekkel közösen vigyáznak a pápa biztonságára. A TEK irányító központjába bekötött térfigyelő kamerák, lehegezte csatornafedelek, szigorú biztonsági intézkedések a Szép Művészeti Múzeumban. Több hónapig tartó előkészítő munka után minden készen áll a vasárnapi pápa látogatás biztosítására. Már a pápa mobil is megérkezett Magyarországra. A terrorelhárítási központ a vatikáni csendőrséggel együttműködve tervezte meg az esemény biztosítását. A forgalmat irányító, illetve a helyszínt biztosító rendőrök mellett tűzszerészek, mesterlövészek vigyáznak a katolikus egyház fő biztonságára, de drónokat és helikoptereket is bevetnek. Mivel a katolikus egyház fő látogatása részben nyilvános esemény, a védelme speciális feladat. Lényegesen nagyobb kockázat természetesen, butaság lenne azt mondani, hogy nem hisz azt a távolságot, ami a mise közben lesz az emberekhez képest, azt feladjuk abban a pillanatban, hogy pápa mobilra száll, és az emberek közé, a hívek közé megy. Ez egy specialitás ennek a személyvédelemnek. Nagyon jól kell együtt dolgozni a csendőrségnek, a Vatikán csendőrségnek és a magyar személyvédelmi, a TEK személyvédelmi egységeinek. Perjési Zsolt biztonsági tanácsadó szerint a pápa a világ egyik legveszélyeztetettebb, ugyanakkor a legnehezebben is védhető embere. A pápa látogatásnak a biztonsági kockázatai a legmagasabbak közé sorolhatóak, hiszen ugye a pápaság intézményének a jellegéből adódóan itt rengeteg nyilvános rendezvény van, borzasztóan sok ember szeretné a pápát látni, nagyon sok ember szeretne vele találkozni, és hát ebből kifolyólag nem lehet a pápát ugye elszeparálni a veszélytől, mint mondjuk egy köztársasági elnököt vagy államelnököt. Tehát emiatt egy picikét fogalmazhatunk, úgy nem is picikét, hogy itt egy magasabb biztonsági kockázatról beszélhetünk. Ferenc pápa vasárnap reggel érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. A Szép Művészeti Múzeumban Áder János köztársasági elnökkel, Orbán Viktor miniszterelnökkel és egyházi vezetőkkel találkozik, majd a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró szentmiséjét celebrálja. A pápa délután tovább utazik Pozsonyba.